Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban történelmi viszonylatban beszélgetünk a különböző műfajú autós filmekről, valamint szó lesz Román Polánszki új alkotásáról a Tiszt és Kéma Dreyfus ügy című drámáról. Vágjunk bele! Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel. A stúdióban itt van velem Pár Ádám, politológus, történész, a Miatányoság nemző Központ munkatársa. Szia! Szia! Autós filmekről beszélgetünk, de szerintem, ha most ezt mondom, akkor mindenki a Halálos Iránban sorozatra gondol, de nem arról fogunk beszélgetni, hanem egy picit még vissza is megyünk időbe, mert hogy azért ennek van egy komolyabb történelmi hagyománya, és nem is feltétlenül műfajhoz köthető, ez majd a beszélgetésből ki fog derülni. Most nem azt mondom, hogy a némafilm koráig nézzük meg, hogy mikor jelent meg először egy T-Ford modell a, a, a vásznon, de, de mi az első, amit te megemlítenél, hogy olyan jellegzetes autós film? Hát tulajdonképpen valóban a némafilm koráig kell elmenni, az épületekhez hasonló az autó, nak is megvolt az a jó szokásuk, hogy nem nagyon mentek arrébb, legalábbis, hogyha valaki nem ült a, a volánnál. Ugye már az 1900-as években elkezdik őket mozgóképre vinni, sőt, láthatunk már a némafilm korából is baleseteket, de tulajdonképpen 1925-ben készül el az első autóversenyzésről szóló film, úgyhogy mondhatni, hogy eléggé korán a filmforgatókönyvírók és filmrendezők fantáziáját megmozgatta ez a téma. Hát nyilvánvalóan az emberiségnek egy ilyen régi vágya teljesült, hogy egy olyan közlekedési eszköz került az utakra, amelyik ló vontatása nélkül volt képes megmozdulni, és ezért ez egy hálás témát jelentett. Na jó, de azért, mert autó, hát valamit azért csinálni kell vele. Tehát én ezért is mondtam azt, hogy a műfaj az ugye teljesen változatos lehet, vagy azt csinálhatnak vele, hmm. amit akarnak. Hogyha azt mondom, hogy autó, akkor abból mindenkinek, mármint az alkotóknak az jutott az eszébe, hogy az gyorsan megy, az versenyezzen, az akár mondjuk sportfilm legyen. Tehát, hogy ez volt az első ötlet ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan többféle műfaj megjelent a legkorábbi időtől, az autó szerepet kapott. Az egyik klasszikus az a Road Movie-nak a hmm. műfaja, ugye? Az Egyesült Államokban ez egy nagyon bevett film műfaj, kötődve persze más műfajokhoz, más műfajok elemeivel ötvöződve, például az 1930-as években már az Érika gyümölcs című filmben ábrázolták az okiknak, az az oklahomai munkanélkülieknek a vonulását Kaliforniába, és hogy az autó miért volt itt jelentős, szénás vagy, vagy lovaskocsival, meg autóval is elindultak a tönkrement farmerek Kalifornia irányába, így például a Jode család is, akiknek a kálváriájáról ez a film szól. De az autó még, még abban az értelemben is szimbolikus volt, hogy a válság éveiben például, és ezt le is fotózták, meg mozgófilmre is vitték, összvéreket is befogtak az autó elé, ezt nevezték a korabeli amerikai elnökre hivatkozó Hoover szekérnek. Így hívták azokat a, az autókat, amelyeket tényleg már csak összvérrel tudtak vontatni, mert kifogyott a benzine. Úgyhogy autóval, Hoover szekérrel mennek az Oki Kalifornia irányába, Hát egyrészt van a Road Movie-nak a műfaja, másrészt pedig 1925-től, ahogy említettük, a versenysport ábrázolásában is megjelenik az autó, hiszen már 1895-ben megrendezik az első autóversenyt Franciaországban. Úgyhogy ez is egy nagyon divatos téma lesz. És hát persze a rajzfilmek is felfedezik maguknak az autót, illetve a családi filmek. Ez részben összefügg a Road Movie műfajával is, tehát beül a család az autókájába. És elindul nyugat felé, vagy a nagyvárosból, a kertvárosba, vagy valami ismeretlen közeg irányába. Szerintem maradhatunk itt az új világnál, vagy akár mondjuk a fejlett nyugati világ nem. A road movie műfajáról már beszéltünk korábban, de ha már említetted a családi filmet, ugye a Disney nagyon korán elkezdte gyártani a maga családi filmjeit, és hát a legklasszikusabb példa ugye Hörbié, a kicsi kocsi, meg a kicsi kocsi újraszágot, meg aztán ebből rengeteg film lett, sőt aztán ugye ez megélte egy, -egy riméket, egy ributot, aminek már Lindsay Rowan volt a főszereplője, tehát hogy még itt is akkor azt mondták, hogy akkor azért, mert autó nem kell, hogy férfiakról szóljon, és akkor ez egy nagyon szép váltás de eredetileg azért ugye egy férfi főszereplője volt. Gyerekeket érdekel ez, vagy tök mindegy, mert hogy van egy kocsi a főszerepbe, aki tök cuki, mert egy bogár az mindig cuki, és akkor innentől kezdve bármilyen történetet mögé lehet rakni. Ugye bár az valóban egy nagyon nagy fejtörést okozott, hogy hogyan lehet az autót azért még itt csak még csak kedvelté tenni, meg egyáltalán egy hihető történetbe beágyazni. A Herbie-nek a karaktere valóban nagyon népszerű lett a világban, és ahogyan te is említetted, számtalan változatot ért meg, kicsikocsi Monte Carlo-ban és egyéb részeket, de az első Disney által vetített és kocsiról szóló rajzfilm, tehát aminek tényleg egy kocsi volt a főszereplője, a Suzy a kicsi kék autó. Tényleg. Vagy, vagy magyarra úgy fordították, hogy Csöpi a kicsi kék autó, de még Lizinek is láttam egyszer. Én nekem az még mesekönyvben is meg volt. Nekem is, nekem is meg volt mesekönyvben. Azt hiszem a. Alice csodaországával egy. Igen, három kötenben. mese volt egy kötetben, a World Disney adta ki azt is. Jó, van, akkor azonos volt a gyerekkönyvtárunk. Jó? Igen, szóval a kicsikék autó volt az első, és ez 1952-ben készült. Most az évszámból persze már gondolhatjuk, hogy ez az időszak az, mikor az Egyesült Államokban a fogyasztói társadalom elkezd kialakulni. És a fogyasztásnak a részét képezte az autóvásárlása is. Tehát ebben még egy kis rászocializálást is tetten érhetünk, akár hogy igyekeztek megkedveltetni a gyerekekkel korán az autókat. Arról szól a történet, hogy van egy kicsi kék autó, amelyet megvásárol egy amerikai úriember, egy bizonyos Fred úr, és nagyon örülnek egymásnak. Egyébként nagyon jellegzetesen lányként van ábrázolva. Szuzi, vagy magyar változatban Csöpi a filmben, és egy idő után egyre betegesebb lesz, tehát ahogy telnek az évek, egyre lerobbantabb lesz, nyilvánvalóan már köhög a motorja, és akkor Fred úr meg akarja javítatni, de az autószerelő azt mondja, hogy nem érdemes investálni bele pénzt, és adja el, és akkor innentől kezdve Csöpinek kálváriája kezdődik, mert először egy autókereskedőhöz kerül, aki nem szereti a munkáját, és mikor nincsen vevő, akkor csapdossa, meg rugdalja az autókat, aztán szegény csöpít, el akarják lopni, minden baj éri, és aztán kiköt végül az autó temetőben, és ott talál rá néhány gyerek, akik megjavítják. Egyébként engem a történetnek a menete, most ez lehet, hogy belemagyarázás, de nagyon emlékeztet a Tamás bátya Kunyhója a főszereplőjének a sorsára, mert hogy ugye ott is arról van szó, hogy egyre rosszabb meg rosszabb helyzetbe kerül, egyik történetben a rabszolga, másik történetben az autó, ahogy egyre újabb meg újabb tulajdonosokhoz kerülnek. Nem tudom, hogy direkte, majd az alkotók részéről direkten, de van egyfajta ilyen párhuzam. És hát persze valamelyest Hörbihez is hasonlít mm. Suzi, mert ugyanúgy vannak emberi érzései, vagy hát az alkotók legalábbis így ábrázolták, és ugyanúgy, ha nem érzi jól magát, akkor megszökik. De mindez nagyon érdekes, hogy bár említett, ez már a fogyasztói társadalom megjelenésének egy ilyen lenyomata volt, de a végkicsengése az még azért a régi kort idézendő, hogy azért, mert valami régi, meg, meg elromlott, ezt nem kell kihajítani, és nem kell újat venni helyette, hanem szépen meg kell azt javítani, mert az még ki tud minket szolgálni, meg az boldogan velünk tud még élni. Tehát itt még azért volt valami valami a hozzáállás. Igen, igen. Meg a gyerekek javítják meg végül is csöpit, és hát aztán az új világ, az új vígan világ. száguldanak vele, úgyhogy igen, még nem az eldobható fogyasztási cikkeket próbálták itt reklámozni. Csak egy kis kitérő, ha már mondtad ugye az autót és annak lelkét, hát azért nem mehetünk el a Night Rider sorozat mellett. Ó, oh, igen. Tehát, hogy ott szerintem többen szerették kitet, mint David Hasselhoffot, de lehet, hogy nem tudom, hogy mondjuk egy szavazást indíthatunk a Facebookon, jó? hogy akkor ki az, aki David Hasselhoffot választotta, van és ki az, aki kitett. De hogy ott is, ugye, nyilván. Vagy Devont. Ez, vagy de <laughs> Hát, ugye, a lényeg az, hogy a gépeket elkezdjük egy kicsit így megszemélyesíteni, nyilván, hogy szerethető legyen a, a karakter. Maradva még egy picit a gyerekműfajnál, nekem azért még eszembe jutott, hogy egyrészt, talán flúgos futam volt egy címe, ugye? Az, egy, a, szintén egy autóversenyt követhetünk végig, illetve hát a verdák is egy kikerülhetetlen téma. Tehát valóban hiába a gépekről van szó, hogyha van azoknak lelkük, vagy mondjuk olyan figurák működtetik azokat, akiknek van, akkor ez gyerekeknek ugyanúgy eladható. Így van, nyilvánvalóan a 20. század második felének a technológiai újításai, és ez az egész gépközpontú civilizáció azért hatott a filmművészetre, és igyekeztek olyan alkotásokat a gyerekek elé tárni, amelyekben olyan gépek szerepelnek, akik, tehát nem amelyek, hanem akik szerethetőek, akiknek van lelkük, mint Csöpi nagyon szereti, mikor a macska a motorháztetőén pihen éjszaka, vagy, vagy Hörbi, aki milyen jó kapcsolatot alakít ki a az autóversenyző gazdájával, aki először le is becsüli őt, meg nem akarja ezt az autót, amit, amit rásúztak, aztán együtt nyerik meg a versenyt, a futamot, vagy a verdáknak a, a ahol már egy hippi autó is van, egy hippi kamion, amelyik szigorúan csak tudatos benzint fogyaszt, de még kitet is idevehetjük, aki egy, egy akcióhős autó. Tehát nyilvánvalóan ezek úgymond jó autók abban az értelemben, hogy a gazdájukkal valami fajta emberi kapcsolatot kialakítanak. Aztán persze van a másik oldal is, mikor az autónak a lelke, hogy úgy mondjam, nem éppen a legfinomabb, vagy a leghumánusabb, és azért is lehet példákat említeni. Az 1971-es Steven Spielberg által rendezett Párbaj című filmben Két autó csap össze, pontosabban egy-egy sofőr és egy-egy autó csap össze, egy David Mann nevű ember hajt keresztül a sivatagon, és a nyomába szegődik egy kamion, és elkezdenek egymással versenyezni, hogy kielőzi meg a másikat. Aztán egy idő után ez az előzési verseny elkezd eldurvulni, és a vége az lesz, hogy konkrétan a kamion megpróbálja elpusztítani. David Mant és az ő piros autóját. Itt azért nagyon fontos megemlíteni, hogy bár van sofőr ennek az autónak, tehát nem magától megy, de Spielberg szándékosan igyekezett rejtélyesíteni a kamiont, mert hogy soha nem látjuk a sofőrnek az arcát. Annyit tudunk meg róla, hogy, hogy fehér ember, mert ugye egyszer látjuk a karját és szándékosan olyan kamion típust választottak, amelynek az eleje az emberi arcra hasonlít, hogy ezáltal félelmetesebbé tegyék. Azóta is a filmkritikusok szétszincálták ezt a filmet, hogy mit jelenthet a két főszereplő, meg a két autó. Ugyebár a 70-es években vagyunk, és lehet gondolni az amerikai politikára is, hogy van a David Mann, a kis piros autóban közlekedő középosztálybeli, átlag amerikai, és akkor van a nagy böhöm kamion, amelyik az amerikai munkásosztályt jelképezi, de voltak olyan értelmezések is, hogy, hogy gyakorlatilag a David Mann ő egy liberálisabb figura, tehát aki a liberalizmus jelképezi, most most amerikai értelemben mondom, és a kamion pedig a, hát mondjuk úgy, hogy a 68-ra reagáló ellenforradalmat ö, jelképezi. Aztán volt feminista olvasata is a, az autó és a kamion csatájának, kiindulva abból, hogy mint piroska, David Mann autója is piros, egy ilyen kis nőies, piros autó, és akkor ez irritálja a, a nagyon agresszív, kemény kamionost, hogy egy ilyen kis autó megpróbálja őt megelőzni. Tehát tipikus példája az annak, hogy egy egyszerű két szereplős történetbe, mennyi értelmezést lehet belevinni. ha már a kamion szóba került, akkor ugye a konvojról is érdemes beszélnünk, azért ott is van egy ilyen érzése az embernek, nem? Hogy persze, hogy emberek hajtják ezeket a járműveket, de mégiscsak a járművek jellegzetessége marad meg a nézőben. Igen, a konvoj című film, amelyik szintén a 70-es években készült, a 70-es évek végén, és ez is egy elég társadalomkritikus alkotás arról szól, hogy kamionosok összeállnak, és a helyi őket zaklató rendőröknek, serifnek, a korrupt kormányzati rendszernek hadat üzennek, és elindulnak Mexikó irányába. Na most valóban, valóban, itt is van egy szimbolikus ellentét a kamion meg a rendőrautó között, az előbbi testesíti meg a lázadást, az utóbbi meg a törvényt, tehát kicsit fordított a helyzet, mint a Párbaj című filmben, ahol a kamion volt a rossz fiú, már hogyha ezt lehet egy kamion, kamionra mondani, a rossz autó. Itt a kamion inkább a lázadásnak, az ilyen amerikai belevaló liberter rednek mentalitásnak lesz a szimbóluma, hogy csak azért se akadályozom meg minket a serif, hogy hová menjünk, mert mi arra megyünk, amerre mi szeretnénk, és... Amik be nem állnak a dugóba a határnál. Ja, vagy ne a magyar példából <laughs> Hát itt is elakadnak a határ Igen. mentén, és akkor látszólag, látszólag a kormányzó segít nekik, de hát valójában ugye fel akarja őket tartóztatni, tehát ebben van egy ilyen nagyon erős társadalom, kritikus, meg politika kritikus volt ebben a filmben. Egyébként gumikacsának hívják a, a főszereplőt, aki egy ilyen igazi, hát szakállas, tényleg ilyen sztereotíp... Chris Christopherson játsza Így van, így van, így van, tehát tényleg egy ilyen, egy ilyen stereotíp kamionos figura aki hogy nem meghal már a végén, tehát tényleg szitává lövik a rendőrök a, a kamionját, de aztán az a happy end, mert ugye happy endnek lennie kell, mm. hogy valójában átrázza a rendőröket, és, és így megúszza ezt. Szóval nagyon jól oda pörköltek a, az amerikai politikának ezzel a filmmel. Egyébként még egy picit visszalépve az ilyen lélekkel rendelkező autókhoz, ugye a horrorfilmek is nagyon szeretik azért az autókat, a gyilkos autókat. Az Egyesült Államokban az elég sok történet mendemond a kering ilyen titokzatos, rejtélyes autókról. Például az Autó című filmben is egy ilyen gyilkos autó garázdálkodik. Ez a cím, hogy az autó, csak ilyen fantáziátlanul. És egy fekete autó üt el csak úgy gonoszságból mindenkit. És csak egyetlen egy hely van, ahová nem mer begurulni a temető úgyhogy itt homályban hagyják, hogy mitől vadult be szegény autó, illetve hát a King regényből készült Kristin című filmben szintén egy, egy autót láthatunk, aki előszeretettel gyilkolászik. Még csak nem is kapunk magyarázatot, hogy tulajdonképpen miért, mert hogy a filmben nem kapunk, a regényben kapunk, hogy a filmben egyszerűen, egyszerű azért, mert, mert gonosz. Viszont nagyon szereti a gazdáját, aki, aki kihozza a, a roncs telepről. Tehát a gazdájához ragaszkodik, de ez, ez már olyan ragaszkodás, amit egy ilyen beteges uralni vágyásként lehetne leírni. És aztán ugye mindenkit, aki a sráccal rosszat tett, az persze elintézi az autó, de ugye aztán akkor jön az igazi galiba, amikor feltűnik a srác barátnője. Mert hogy Krisztin, mint egy ilyen női autó, eléggé féltékeny lesz. Mint egy női kutya, tulajdonképpen, nem? Igen, 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 igen. igen. Tehát egy ilyen nagyon uralkodó mentalitású. Auto. Most egy kicsit elengedjük azokat az autókat, akiknek lelkük van, hanem így visszatérünk azokhoz, amiknek nincs. Lehet, hogy azokból több van, nem tudom, de ki tudja. Bár mindenki a sajátjáról azt gondolja, hogy van neki. És a jelenbe kanyarodnánk vissza, vagy egy kicsit így a realitásokba, hogy a beszélgetés elején ugye pont arról volt szó, hogy már az első film is az autóversenyről szólt. Tehát ez nagyon az ilyen földhöz ragadt megközelítése a dolgoknak, hogy az autó arra való, hogy mennyi vele, vagy lehetőség szerint minél gyorsabban mennyi vele, hogyha versenyről van szó. És rengeteg olyan film van, amiben van autóversenyző, és csak a grízre gondolni, pedig az egy musical, de hát autóversenyzéssel nagyon sok mindent ki lehet fejezni. De mondjuk, hogyha a napjainkat nézzük, vagy mondjuk az elmúlt néhány évet, ami ráadásul még életrajzinak is tekinthető, ugye a Hajszal győzelemért című film, ami ugye Lauda és James Huntnak a szájkodását mutatja be. Azt hiszem, hogy azok a nézők is kedvelték, vagy kedvelnék, ha még nem látták, akik egyébként azt mondják, hogy nem érdekli őket az autóverseny, mert itt viszont ugye két embernek a bizonyos hmm. szempontból összecsapásáról. Hát van. sőt, ez, nem, ez a film nem is annyira az autókról szól persze, mint inkább a magáról a sportolókról, meg úgy általában a sportról, hiszen két nagyon eltérő karakterű, eltérő szocializációjú egyénnek a hát szembenállása, vagy inkább azt mondanám, hogy pár harca látható. És azt gondolom, hogy egyébként ennek a filmnek van olyan mondani valója, ami úgy általában a sportfilmekre is igaz lehet. Például nagyon jól bemutatja a sportnak ezt a fanatizmusát, hogy, hogy csak azért is meg kell, meg kell mutatni, hogy, hogy én vagyok a legjobb. Például nekem a kedvenc mondatom ebből a filmből, hogy ne keresd a normalitást az olyan emberben, aki hajlandó megöletni magát egy versenypálya közepén. Igen. Tehát a sportnak ezt a fanatikus oldalát nagyon jól bemutatja, és hát persze valós szereplők alapján, tehát itt nem fiktív karakterekkel. Ez is eléggé gyakori a filmművészetben, hogy valós szereplőket mutatnak be mármint persze színészekkel, úgyhogy hát valóban mindenkinek ajánlható ez a film, aki kíváncsi a sportom, meg az autóversenyen kívül úgy általában véve a sport a lelki világára is. Valahol a kettő között helyezkedik el szerintem az, hogy most a lélekkel rendelkező autó, meg az autó, mint eszköz a filmben, az a kategória, amikor ikonikusá válik egy autó, de nem feltétlenül a saját jogán, hanem mert valakinek az autó, például az American Graffiti-ben is ugye a főszereplőnek hmm. az autója, tehát rengeteg ilyen, ilyen példa van, de nekem most inkább az jutott eszembe, hogy az, hogy egy autó ennyire főszerepbe kerüljön, vagy nevezetesen tényleg lelket kapjon, az ma már elképzelhetetlen lenne, tehát ma már gyermeteknek tűnne egy ilyen megvalósítás? Mert hogy nagyon régóta nem jelentkeznek olyan filmek, ahol ilyen szinten vannak mondjuk felruházva valódi tulajdonságokkal. Hát ugye, amennyiben nem a rajzfilmekről beszélünk, hát akkor azt gondolom, hogy azért nehezen megvalósítható egy ilyen film. Nem a gyermetekség, vagy nem gyermetekség miatt, hanem azért, mert a tudomány, meg a technológia egyre újabb, meg újabb jelenségekkel kápráztat el bennünket, és ma holnap már tényleg a működő autó is elképzelhető lesz, úgyhogy nagyon nehéz a filmrendezőknek lépést tartaniuk a technológiai változásokkal, mert például annak idején mi is a Ahogyan nem említetted, a Night Rider-en halára nevettük magunkat, amikor David Hasselhoff kiugorva az autóból elhadarta, az órája fölé hajolva azt, hogy kit most menjél oda, aztán gyere ide, vegyél fel, aztán dobják ki itt és amott. Tök menő volt, És nem kit már. pedig géphangon mondta, hogy oké, okay, Michael. Tehát ezen mindenki nevetett, és most meg már lassan tényleg megvalósul. Hát ha csak azt mondjuk, Okos hogy most a... órával irányítod az autódat. Így van, de ha csak azt mondjuk, hogy a, hogy a GPS is beszél nem. hozzád, tehát azért nagyon nehéz, és azért nem iridlem a sziffi szerzőket, meg forgatókönyvírókat, mert ami 30, 40, 50, 60, 100 éve még elképesztő volt, az lassan már szinte mind megvalósul, és nyilvánvalóan így eléggé nehéz olyan történetet forgatni, amelyik az újdonság erejével tudhatni. Hát valószínűleg azért választják most inkább a valós történeteket beugrott épp, mint a címe. Az aszfalt királyai volt a tavalyi Oscaron a legjobb kilencben Christian Bélel és Matt És tényleg az is egy olyan típusú film volt, mint a hajszal a győzelemért, hogy nem kellett szeretned az autóversenyzést. Elég, hogyha mondjuk a történelem iránt érdeklődtél, akkor már érdekes volt a dolog. Úgyhogy valószínűleg a hiperrealizmus lesz akkor a jövő, pont azért, mert félnek, hogy mire moziba kerül a film, addigra leelőzi őket technológia. Igen, igen, így van. És hát ugye továbbra is a, a másik vonulata a hiperrealizmus mellett a, az ilyen emblematikus popkultúrális ikonokhoz kötődő autóknak a felfuttatása, gondoljunk akár a Batman filmeknek a uh -huh. Batmobiljára így van, vagy a, vagy a Mad Max filmeknek uh -huh. a tulajdonképpen a, a motorjaira, meg a autóira, tehát hogy ezekkel a klasszikus figurákkal is el lehet adni az autós történeteket. Nagyon szépen köszönöm Pár Ádám, történész politológusnak, a Méltányosság Politikálemző munkatársának, hogy beszélgetett velem az autós filmekről. Én is köszönöm.